Az 5600 MHz-es sávban ugye nem csak a SRD, VLAN vagy közvetlenül Wi-Fi eszközök működnek, de ebben a sávban működnek a meteorológiai radarok, ezt talán kevesebben tudják. Gond az, hogy ebben a sávban működő radar, zavarhatják ezek az eszközök. Itt a radar az elsődleges felhasználó ebben a radarképben. És a radarképen ezek a zavarok megjelennek és kitakarnak adott részeket. Amely nagyon nagy mértékben meggátolja azt, hogy mi meg tudjuk azt mondani, hogy ott milyen veszélyes felhőzettel, zivatartázó alakul ki, vagy nem azzal találkozunk. És hát ez egy nagyon komoly szélsőséges hatásokat hozhat adott esetben létre. Egyrészt mondjuk a repülésekben, ahol ugye az ivatarokat el kell kerülni, nem tudunk pontos információt adni, de mondhatnám akár a tavi viharjelzést, vagy egyszerűen csak a veszélyfigyelmeztetést. Tehát élet és vagyonvédelem van veszélyben a Wi-Fi eszközök által, hiszen alábecsülhetjük azt, hogy milyen csapadékelem van ott valójában. Hiszen ezek az időjárási radarok, ezek egy borzasztóan érzékeny eszközök, amelyek ugye egy adóvevő távérzékelési eszközként működnek, és sajnos ugyanazt a frekvencia tartományt használják, mint bizonyos Wi-Fi eszközök. Ez az 5 GHz-es tartomány, pontosabban 5610, 5625 és 5640 MHz-es frekvenciákon működik az a 4 darab időjárási radar, amely Magyarországon található Budapesten, Szentesen, Nyíregyháza mellett Napkoron és Pogányváron, ugye ez akár Hévízhez mondhatnám legközelebb. Alapvetően az 5600 MHz-es sávban meg vagy milyen csatornakiosztással működnek ezek a radarok, és igyekezzük ezeket a frekvenciákat elkerülni. A kereskedelemben már kapható eszközök esetében ez a DFS funkció, ez a dinamikus frekvencia szabályzás azt lehetővé teszi, hogy ha alapvetően az eszköz radarjelet észlelne, akkor onnan elhangolja a készüléket, és akkor nem okoz ilyenfajta zavart. Nem csak a beállítás ezen részéből fakadhatnak problémák, de abból is, hogy az adott felhasználó akarva, akaratlanul megváltoztatja az országkódot. Ha ilyen zavart észlelünk, akkor hatóság mérőautóival kimegy a helyszínre, és megkeresi a zavarforrásokat. Amennyiben, ha valaki ezt nem óhajtja megváltoztatni műszaki paramétereket, akkor sajnos módon el kell járnunk, hiszen zavart nem okozhatnak ezek az eszközök. Ilyenkor lekapcsolhatjuk az eszközt, végső esetben akár pedig el is visszük a helyszínről, hogy ne tudja bekapcsolni és ne tudjon zavart okozni. És ha visszatérő, visszaeső jelenséget találkozunk, akkor természetesen pénzbírsággal is jár ennek a zavartatásnak a folytatása. Tehát arra szeretnénk megfelelni a figyelmet, hogy aki ilyen eszközöket telepít, a megadott politikák törvényesen ne térjünk el, és ha ezeket betartjuk, akkor biztos, hogy a békés egymás mellett is garantált ebben a frekvenciásában, és tudjuk, hogy mi időjárás lesz holnap, és tudjuk használni az eszközeinket is megfelelő sávszélességgel és jó minőségben.